Következzék az OTP Bankliga 24. fordulójának nyitánya. Egy hónapon belül harmadszor játszik egymással a PMFC Matthias és az Újpest FC Vasiljevic. Balogh Balázs, üres a jobb oldal. Simon, laposan, Csibuabua. Jó fordul, Csibuabua! Szépen csinálta. Ott mondjuk védő szempontból, azt kell, hogy mondjam, nem fordulhatott volna meg Csibuabua, de megfordult Balogh Béla mellett. Perics. Szatmári lövi ki balra, ahol Városi fut. Nagy János pedig iszkol vissza. Városi. Az is jó. Szatmári. Szatmári. Nem sokkal ment mellé. Ez most szép kontra, amit Szatmári fejez belövéssel. Megcsúszott a lövés pillanatában. Ki tudja, mi lett volna. A talpon marad. Nagy János átkerül a túloldalra, kabát lövése és Gőce véd. Elsuhar mindenki mellett, és jó lövés Kabát Péter részéről. Szépen hárít a pécsiek kapusa Gőce. Kővári lövése fölé. Jó elképzelés volt Kővári Róberttől. Szerintem nem érezte pontosan a kapus, hogy hol a kapu, mennyire áll kint. Vasiljevic fölé! Ott volt a nagy lehetőség Vasiljevic előtt. Szatmári, távoli lövés, és hozzáér Dmitrovics. Senki nem támadja a pécsi játékost és Szatmári Lóránt. Rálövi, ki kellett ütni a kapusnak. Megint azt mondhatjuk, hogy ki sem jönnek a fehérmezesek. Lehet, hogy tudták, hogy nem sok remény van. Aztán Bajló mégis. Bajló gyönyörűen hozta el. Ott a nagy lehetőség a pécsiek előtt. Ez meg mi volt? Hova rúgta Városi? Iványi Zoltán pedig lefújja a mérkőzés 0-0-ás döntetlennel rajtol az OTP Bankliga 24. fordulója.